Ti is minden nap használjátok a mobiltelefont, a tévét vagy a mikrót? Mi igenis nagyon szeretjük, hogy bármikor beszélhetünk egymással, bárhol netezhetünk a telefonokon és rengeteg csatornát nézhetünk a tévében. Ezeket a szolgáltatásokat úgy tudjuk igénybe venni, ha a szolgáltatók adótornyokat építenek szerte az országban. Péter Báha, a fizika tanárom azt mondta, hogy ezek az elektromos eszközök elektroszmogot termelnek, és azt a feladatot adta, hogy írjak erről egy beadandót az évvégi ötösért. Felmentem a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság honlapjára, és egy csomó érdekességet találtam. Itt leírják, hogy az elektroszmog az az elektromágneses sugárzás, amelyet az elektronikus berendezések bocsátanak ki magukból. Az elektroszmog tehát szükségszerűen jelen van, amikor használjuk azokat az eszközöket, amik nap mint nap megkönnyítik az életünket. Magyarországon azonban nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a sugárzás az egészségügyi határérték felett legyen. Sőt, az NMHH szakemberei folyamatosan mérik, hogy hol mekkora a sugárzás. Van például 38 fixen telepített mérőállomásuk erre a célra, és 20 olyan szondájuk, amelyeket a lakóépületekre és a lakásokba is el tudnak helyezni, és amelyek megmérik az ottani sugárzást. Az eddig elvégzett több ezer mérésből egy sem mutatott olyan értéket, amely további intézkedésre adott volna okot. És hogy mennyi elektroszmogot termelnek az egyes eszközök? A legkisebb érték persze ott van, ahol nincs semmiféle elektromos berendezés. Csonti biztos ezért szeret folyton a természetben lenni. Amikor apa a vállalkozás ügyében mobilon beszél, mindössze az egészségügyi határérték negyedét teszi ki a sugárzás. És ezt is csökkentheti, ha vezetékes headsetet használ, vagy kihangosítja a telefonját. Amikor anya a számítógép előtt dolgozik, csak a határérték tízre keletkezik, szóval a gép, a modem és a wifi router együttesen is csak alig sugároz valamit. Ráadásul, ha éjszakára kikapcsoljuk mind a hármat, akkor ez a sugárzás is rögtön megszűnik. Amikor Nagyi bekapcsolja a mikrót, akkor a közvetlen közelében csupán a határérték harmadát teszi ki a sugárzás. De azért ő inkább mindig távolabb megy, miután berakott valamit melegedni. Szóval a családom megnyugodhat, és ezentúl is odafigyelve használhatja ezeket az eszközöket. Ráadásul az ötöst is megkaptam. Ha még többet szeretnétek tudni az elektroszmogról, akkor olvassátok el a dolgozatomat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság honlapján. www.nmhh.hu Készült a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából.